Felső-Tiszavidék gazdag tánckultúrájának legközkedveltebb darabja a 19. században divatossá vált csárdás. Elnevezése rendkívül változatos. Használják a lassú, csendes, magyar csárdás, ugrós és félugrós neveket. A csárdás a legutóbbi időkig közkedvelt maradt a Felső-Tiszavidéken. A hagyomány továbbélését segítette, hogy ezen a területen a nemzeti kultúrát őrző és ápoló gentry réteg is sajátjának tekintette és táncolta a csárdást. Ezzel elősegítette, hogy a parasztság tovább őrizze táncát, nem érezvén azt ózsdinak, elavultnak. Változatosak a csárdás összefogódzási módjai. Az általános váll és derékfogás, a társas táncok félderékfogása, az egy és két kézfogás, de közkedvelt az oldalt fogás is. A frissben gyakori a karalatti kiforgatás és a különfigurázás. A lassú elsősorban egy és két lépéses motívum variációiból, forgásokból, félfordulósból, csapásokból, bukázókból, hátravágásból áll. A frisset elsősorban az különbözteti meg a lassútól, hogy itt a függőleges hullámzás erőteljesebbé válik. A friss főbb motívumai a cifra, kisharang, félfordulós, hátravágás, hegyező, a kopogó, emelkedő, süllyedő lippentések és a sok csapásolás. A körcsárdás vagy négyeselés az első világháború után vált divatossá. A csárdás közbeni körtánc változatossá tette a táncot, és nem annyira fárasztó, mint a páros csárdás. A csárdás speciális formája a hármas csárdás. Bemutató ügyességi táncként, lakodalmi osztótáncként fordult elő, és általában olyan alkalmakkor, amikor kevés volt a férfi. Ezen a felvételen a csárdásra jellemző párelengedős csapást, a társas táncok félderékfogásos forgását és átvetőt láthattok.
kétlépéses csárdás. A kétlépéses csárdás egyszerű lépését a fogásmód gyakori változtatásával variálják. Egyaránt közkedvelt a nyitott, a félig zárt, illetve a zárt fogásmód. Andalgó. Az andalgót határozott hátul keresztlépéssel, bokázással, dupla bokázással vagy bokázó nélkül táncolhatjátok. Az andalgó párban is táncolható. Ilyenkor a táncosok tágíthatnak, lazíthatnak a zárt fogáson, egymástól viszonylag távol helyezkednek el. Kézfogásos figura variációk. A hegyezőt a lány titi-tá lépéssel díszítheti. A fiú határozott kézmozdulatokkal irányítja párját. A táncosok egymás körül megfordulnak, a férfi egy-egy félkezes csapással is variálhatja táncát. Aprózók, kopogók, kis harang. Az egyszerű cifralépés elől kereszt és hátul keresztes változatát néha lezáróval szakítják meg. Ez a figura Cinerozi kitűnő nagyecsedi táncos kedvenc motívuma. Figyeljétek meg, hogy a közismert titi-tá lépés a csípő forgatásával milyen jellegzetessé széppé válik. Az archív felvételen a nagyecsediek táncolnak, az előtérben Cinerozi néni. Lábfelkapó, lengető, hátra és előre vágó.
A lábfelkapónál az emelkedő lábbal ellentétes irányba csavarjátok el csípőtöket. A szatmári táncban előfordulhat, hogy a lányok jelzésszerűen a combjukra ütnek. Figyeljetek arra, hogy a csapás ne befolyásolja táncotok kecsességét, nőiességét. A férfiak dinamikus, vehemens csapását, az asszonyok visszafogott, kecses, de figurában gazdag mozgása egészíti ki. Nem a csapás erejétől, hanem a figurák változatosságától lesz szép a táncotok. Forgások. Az egyszerű forgáslépést gyakran díszítik toppantásokkal, leállásokkal vagy gyakori irányváltással. Átvető. Az átvetőt a férfi variálhatja letoppantással, csizmacsapással, combütéssel. A bemutatott két változat csupán a fiú csapás kombinációjában különbözik. Figyeljétek meg, hogy az átvetők után szinte mozdulatlanná merevedik a táncos pár. Az átvetőt általában forgás követi, amely gyors és dinamikus. A párelengedős figurázás során a férfiak a verbumban megismert motívumokat, az asszonyok párjukkal egyenrangú, gazdag és változatos figurafűzéseket használnak. Nézzétek meg, hogy Dorina, Nicoletta, Péter és Sándor hogyan adják elő nagyszüleik táncát.